270 iskolában volt bombariadó Szlovákiában kedden, az intézmények és a rendőrség is fenyegető e-mailt kapott, melyben az állt, hogy pontban délben bomba fog robbanni az intézményekben, és a támadás mögött a Dnipropetrovszki őrültek állnak. Szeretném hangsúlyozni, hogy nem becsüljük alá a helyzetet. Mindegyik érintett iskolát, amelyet a levél említ, ellenőriztek a hatóságok, hogy kiderüljön, valós fenyegetésről volt-e szó, vagy csak egy újabb rossz viccről, közölte a belügyminiszter. A pozsonyi Vazovova utcai általános iskola neve is szerepelt az e-mailben. Az intézményt és környékét tüzetesen átvizsgálta a rendőrség, végül nem találtak semmit. Reggel a rendőrök felvették velünk a kapcsolatot, mondta az iskola igazgatója, aki azt is hozzátette, ezután nézték csak meg e-mailjeiket, és akkor látták, hogy ők is kaptak figyelmeztető levelet, különben lehet, hogy nem is vették volna észre időben. Az ügyet terrortámadásként kezelik. Szlovákiában májusban már volt egy hasonló iskolai bombariadó hullám.